nagyon szeretek jönni a Dental World-re, és tartani bármiféle bemutatót, előadást, és versenyt csinálni, bármilyen programot csinálni, mert eddig azt tapasztaltam, mindig nagy érdeklődés követte ezeket. Amennyire tudom, a szervezőktől egy elég komoly áttekintés, vagy legalábbis egy szélesebb körű áttekintést ad majd a szakma különböző irányzatairól. Azt mondhatom, hogy szinte évente és minden évben jelen voltam ezen a rendezvényen, annál is inkább, mert ugye a hazai fogászati élet, a fogászati szakma legjelesebb rendezvénye. Dental World-en a tanulónapon lesz egy előadásom, amelyben a tanulási, a tanítási módszerekről szeretnék beszélni. Én is már ugye 10 éve foglalkozok körülbelül oktatással, és most ezeket szeretném megosztani, ezeket a tapasztalatokat, a tanulókkal is, meg az oktatóikkal is. Aztán, hogy gyakorlatban is lássák ezeket az érdeklődők, lesz egy új helyszín Dental World-en, a győztesek versenye mellett lesz egy színpad, ahol folyamatosan lesznek majd elméleti, meg gyakorlati előadások. És természetesen, mint a GC-nek a Magyarország demonstrátora, pontosabban a kerámiának a Magyarország demonstrátora, fog tartani kerámia bemutatót is ugyanezen a kis színpadon. A látókörünkbe került, és nem újdonság, régóta tudott dolog, hogy a parodontitis, vagyis a fogátgyulladás az egy népbetegség. Azt gondolom, hogy kellő figyelem hiány volt a legutóbbi időkig, és azt tűztük az ászlónkra néhányan, kis csapatunk, hogy elindulunk és véghez viszünk elkötelezett módon egy periprevenciós programot, vagyis a fogágybetegségek prevencióját, illetőleg annak rendszerét megépítjük, és azt ki is vitelezzük. Én úgy látom, hogy Magyarország legnagyobb szakmai sereg szeméről beszélünk, tehát végül is mindenképpen erénye ennek a rendezvénynek, hogy a legtöbb magyar fogorvost és a fogászati szakmához valamilyen kapcsolódó szakembert összegyűjt. Azt tudom, hogy olyan program szerveződik, ami ugyan a korábbi évekhez hasonlóan az esztétikai fogászatot és az esztétikai fogászathoz kapcsolódó különböző beavatkozásokat magas szinten képviseli és hirdeti, vagy ismerteti. Ugyanakkor ami számomra kellemes újdonság, hogy hangsúlyosan megjelenik a fogszabályozás a programok között, ami az elmúlt években elmaradt. Azt gondolom, hogy a fogszabályozó konferencia, ami lesz, egy nagyon jó lehetőség arra, hogy a különböző irányzatok mellett bemutassuk azt a funkcionális irányzatot, amit most már évek óta képviselek, és azt gondolom, hogy ez a fogszabályozásnak az egyik nagy jövője és következő újdonsága, hogy vesszük, hiszen a korábbi felfogásokkal ellentétben itt nem a helyi fogszabályozási eltérésekre koncentrál egy-egy ilyen kezelés, hanem azoknak a mögöttesével is foglalkozik. Tehát ezt én nagyon fontosnak vélem és nagyon fontos témának tartom. 2015-ben még nagyobb terület, még több kiállító, még izgalmasabb élmények. Dental World 2015.